A Magyar Kupa jelenlegi kiírásában az Albafehérvár KC és a Dunaújváros is a harmadik fordulóban kapcsolódott be a küzdelmekben. A DKKO a Mosonmagyaróvár elleni 31-29-es győzelemmel vívta ki a továbbjutást, míg az Alba Mohácson nyert 32-19-re. Ami az elmúlt évek legjobb kupa szerepléseit illeti, az Alba a 2015-16-os, míg a DKKO a 2018-19-es szezonban jutott be a Final Four mezőnyébe, ahol mindkét gárda a negyedik helyen végzett. A két csapat január 10-én még bajnokin nézett farkas szemet, akkor egy végletekig kiélezett meccsen 23-22-re az újvárosiak győztek. Csapatunk szeretne visszavágni ezért a vereségért, és egyúttal lezárni az elmúlt hetek győzelem nélküli időszakát. Nem voltunk sikeresek, én azt gondolom, hogy minden rossz sorozat egyszer véget ér, ez ugyanúgy egy pozitív sorozatra is nagyon sokszor érvényes. Hát ilyenkor kell nagyon, nagyon erősnek lenni, egyrészt a csapaton belül, és én azt gondolom, hogy ez mindenképpen érződött Mosonmagyaróváron, hogy ez a csapat nagyon szeretett volna nyerni. Ezekben a nehéz helyzetekben nagyon sokat kell tovább dolgozni, ugyanazokon a dolgokon, amit nyilván tudunk. Tehát azért én tisztában vagyok azzal, hogy mik azok, amiken javítani kell, de valami nem lehet. Tehát vannak olyan képességbeli különbségek, amit nyilván nem tudunk kompenzálni. Ezek egy ilyen időszakos dolgok, hogy valamikor sikerül, valamikor nem sikerül. Most sajnos olyan stádiumban vagyunk, ami egy ilyen negatív széria, de én azt gondolom, hogy soha nem szabad feladni, és tisztában vagyunk vele, hogy nagyon nehéz tavaszunk lesz még, de azt gondolom, sok sportember és kiváló sportember alkotja a csapatunkat, úgyhogy jó rá fogunk lenni ezeken a helyzeteken.